Jó reggelt, sziasztok! Ebben a videóban szeretném, ha egy picit jobban megismernétek, nem csak mindig a szőrös fejemből kommunikálni kifelé a marketinget. Tehát a mai nap el fogom nektek mutatni videó formájában, hogy egy átlagos napom hogyan telik. Pontosan reggel 5 óra van, általában én 5.40 között szoktam kelni, tehát picivel korábban keltem föl, mert tudtam azt, hogy most videózni fogok, és a kamerát mindig ide-oda kell állítanom, de általában 5.40 között szoktam kelni. Maradj velem a videó végéig, és látni fogod, hogyan telik egy átlagos napom. Jó szórakozást! Nagy százalékban a napém úgy néznek ki, hogy 5.40-től általában 6.45-ig, 6.50-ig szoktam így olvasgatni, a napomat megtervezni, összerakni magam, inni egy kávét, meginni fél liter vizet, majd ezután lemegyek konditerembe edzeni. Ez most 1 óra lesz, mivel 9.30-tól van egy mentor meetingem. Utána beülök a kocsiba, el kell menni az egyik céghez, akinek dolgozok, akkor érek kb. 11 délre. 2-től van egy meetingem a márkaépítővel, mivel van egy közös projektünk, azt mindenféleképpen meg kell velük beszélnem. Utána szerintem még kint fog maradni annál a cégnél, ahol videózok, és este 7-kor van még egy meetingem. Tehát nagyon alak be ennyi. Most le fogok ülni, és a következő fél órában fogok egy picit olvasni, illetve meg fogom tervezni a napomat, percről percre, hogy mikor, mit kell csinálnom. Ez azért nagyon fontos, mert így tudom az időmet a leghatékonyabban eltölteni. Meg is terveztem a napomat, így néz ki, és pontosan most az idő 5 óra. Maradék 30 percet arra fogom kihasználni, hogy fogok írni egy új blogbejegyzést a blogomra, és ezen fogok dolgozni, utána átöltözök, gyorsan lemegyek edzeni. www.rozsvegyigergia.hu. Befejeztem a blogírást, most van kb. 6 óra, most a gyorsan a cuccaimat kibányászom a szekrényből, fölöltözünk, és elmegyünk edzeni. Közben a kutya is feket, jó reggelt életke. Apa lemegy edzeni szépen, azt levisz téged sétálni, meg megetett, jó, addig pihikézzél. Itt aludt velem egész este a kicsi, jaj, de szeretjük. Lábazni fogok, fogok guggolni, egy lábas kitörés, combfeszítő, minden ilyesmit. Ez egy órába, az gyorsan felrohanok. Most erről az edzéseimről próbálok egy pár felvételt bevágni, de nagyon figyelnem kell arra, hogy másokat ne zavarjak, mivel ez egy lakóingatlan, és vannak rajtam kívül mások is. De most vagyok kb. A felénél, már csak a vádli van vissza, ülő vádli, álló vádli, lenyújtok és megyek föl, de már kezdek elfáradni. Pont most lesz 7 óra, 10 perc múlva, tehát ilyen 55-60 perc edzek, pont belefér, utána nagyon sétnem kell, mert föl kell vennem a kutyáért, meg kell mostanom a lábát, le kell vinnem sétálni, meg kell etetnem, és kezdődik is a meeting, közben kéne valamit ennem, szóval ja, pörögjünk fel. Most végeztem, most megfürdök és nézem a kutyát sétálni. Gyere Dúz, gyere! Gyere ki! Gyere! Hát szia! Hát jó reggelt! Jó reggelt! Na közben fel is értem a lakásba, a kutya nagyon várt, most gyorsan lefürdök, utána a tükörben megnézem, hogy 3 nap után úgy nézek ki, mint az Arnold Schwarzenegger, de már rá fogok jönni, hogy nem. Megfürdök, a kutyát leviszem sétálni, feljövök, megetetem, és elég készülök a meetingre, közben pedig iszok egy kávét. Jövök el! Még megyünk egy kört a Dunaparton, 15-20 perc szokott lenni, ez attól függ mennyi idő van, kell kapkodni, meg illetve a kutya mennyire fáz. Szeretnék több vlogot is csinálni nektek, mert szeretném azt, hogy még jobban megismerjetek, nem csak az én üzleti oldalamat, illetve szeretnék fejlődni videózás terén, és mivel a videói minősége nem valami jó, lehetne sokkal profi videókat gyártani, van már hozzá kamerám, mikrofonom, tehát már az eszközök megvannak hozzá, már csak a tudás kell bővíteni. Ha a videó tetszett, kérlek dobj egy lájkot, és tetszenek az ilyen fajta tartalmak, ha szeretnél még ilyen vlog jellegű tartalmakat, hogy egy napom hogyan telik, akkor írd meg kommentbe. Hogy lehet valaki ennyire szép, meg ennyire, hogy lehet egy 6 kilós kutyát szeretni, mint ahogy mi szeretünk téged?
Amúgy én mindig szerettem volna magamnak, úgyhogy azért nem szeretem az állatokat, de valahogy egyedül ezt a lépést nem mertem volna meghozni. Ugye amikor összejöttem a párommal, neki volt már, akkor kutyája így hát így kattam egy kutyát is az asszony mellé, de elképesztő módon egy kutya hozzá tud tenni az ember életéhez, hatalmas munka, tehát le kell vinni sétálni, ki kell mosni a fenekét, a körmét, ki kell izélni a kozmetika, haját fésülni, etetni, itatni, játszani vele, tehát elképesztő nagy munka, de amikor hazaérsz egy rossz napból, vagy most is fölmentem edzés után, ahogy vár téged, amilyen hálás, megpuszil, ha megeteted, megpuszil a kezedet, szétnyel, oda bújik hozzá, már nagy munka, de az első fél egy évet kibírod, amikor még nem szabad tiszta, onnantól már nagyon egyszerű a dolgod lesz. Ilyenkor minden a kutya percek következnek. Jó, de szép lettél. Mindig szokott csipa lenni a szemébe, és általában egy napi egyszer, két naponta mindig ki kell mosni a szemét. Van még kb. Fél órám a meeting kezdéséig, addig úgy gondoltam, csinálok pár TikTok videót. Ez az irodám, ez a setupom, ezt a mikrofont most vettem, és szép lassan fejlődgettem. De nyilván nagyon sok mindent lehetne még fejleszteni. Ez a háttér se tetszik, hogy a függönyt látjátok, de sajnos másképpen nem tudom megoldani. Azzal kell főzni, ami van. Tégy is nagyon minőségi videókat lehet csinálni. Én mindig azt mondom, aki elkezd valami tartalmat gyártani, contentet akar csinálni, meg akar az embereket szólítani, sokkal fontosabb az, amit mondasz, ahogyan előadod, amit adsz az embereknek, segíted őket, támogatod őket, mint hogy a legfenszibb kamerába beszélsz, 100 milliós mikrofonod van, meg 80 milliós üveg, háttér Amerika. Légy egyszerű, mint egy fajék, adj értéket, és szép lassan fejlődj. Edzés között kaptam egy e-mailt, hogy valaki a kurzuson felül érdeklődik. Meg ahogy ígértem, most kezdődik a coaching órám. Én is szoktam tanulni, sőt, nagyon sok pénzt fektetek a tudásomba, szinte majdnem minden hónapban, mert én tudom azt, hogy ezt fogja érni a legtöbbet a későbbiekben. Tehát mindenkinek ezt javaslom, hogy saját tudásába fektessen pénzt, a lehető legtöbb pénzt fektess a saját tudásodba, mert ez fogja hosszú távon, sőt, rövid távon a legtöbb pénzt visszahozni neked, és hidd el, minden olyan könyv, coaching, kurzus, ami hozzá tud adni, és valós szemétől tudsz tanulni, aki jobb, és vannak eredményei, nem ilyen kamuguruktól, hozzá fog tenni. Most coachingolunk egyet, utána el kell vinnem a Dulcit még sétálni. Ez a kettő trükkje van leginkább a mi webináriainknak. A konkrét nagyon fontos, viszont a frontendet, amint meg vagy ma, ezzel kezd el tolni. Tehát minden, ez úgyis kapja már folyamatosan. Jó. Meg is fejeztem a meetinget, most pedig utol vagyok forgatni. Itt van nálam minden eszköz, ami kell. Általában a cégeknek úgy csinálom a videókat, hogy hetente egyszer megyek ki délelőtt. Jelen pillanatban három cégnek csinálom a TikTok megjelenést, és minden héttel korábban összebeszélünk, hogy mikor, hova kell mennem. Nagyjából be vannak lőve a napok, csak akkor csinálunk egy pár felvételt, ami egy hét, másfél hétig kitart, ez néha változik. Most például az egyik ügyfelemhez megyek, akik kávét, kézműves kávét forgalmaznak, és most kezdtük el a TikTok csatornát, majd ide belinkelem, hogy hogyan állunk, és most megyek ki második alkalommal. Tetszik a téma, picit nehezebb, mint amire számítottam, mert az üzemben a fények nem valami jók, de abból kell főzni, ami van. Na, meg is jöttem a helyszínre. Amúgy az ilyen TikTok videók forgatásában, nincs fókusz, nagyon fókusz. A TikTok videó forgatásában az egyik legnehezebb az, hogy úgy kell felvételeket csinálnod, hogy közben ne zavard a munkát. Tehát amikor elmész kamerával filmezni ilyen promo videót, akkor arra rá van szállva 2-3 nap, és azt csinálják, amit te mondasz. 25-ször föl tudsz venni valamit, gyere vissza, játsszak el újra. Illetve a másik nehézség, hogy mindig olyan tartalmat hozni, hogy az emberek figyelmét lekössön. Tehát ne legyen untató tartalom, kreatív legyen, de mégis ugye a vásárlásra ösztönözze az embereket. Engem azért fizetnek, hogy valami eladás legyen belőle. Halló! Most vagy már most kirúgtak, vagy nem engednek be. Hát ezt nem tud beütni a helyre. Csöngettem, kapogtam már. Hát nem egyszerű szakma ez. Ebben a pillanatban végeztem, pontosan 3:30 van, csak mögöttem mindjárt harambolózok, most megyek vissza a lakásba Pestre, itt jön ki Budakalászon, a kutyát leültem sétálni, aztán lassan kezdődik a meetingem. 5 videót csináltunk, most ez ilyen 2 hétig nem kell jönnöm, ezt kell majd úgy elosztanom, hogy a következő 2 hétre lének tartalmaim. De menjünk haza! Ebben a pillanatban értem le a mélygarázsba, 4:45 van, most fölmegyek, eszek egy gyuborkát, mert tétázok és embertelenényes vagyok. Aztán leviszem a kutyát sétálni, és még kell dolgoznom egy szoftveren a 25. előadásomra. Tehát nagyon sok teendőm van még. Elmegyek, beülök a gép elé, és összerakom a 25. előadásomnak a
tematikáját, a meghívó linkjét. Szóval érek a TikTok marketing, mindenféleképpen nézd meg a videó végén a leírás, ott tudsz regisztrálni, teljes mértékben díjmentes. Nézzük, kutya hogy fog engem várni. Szia életke! Szia életke! Ide a cipőmet, köszönöm, szia! Szia mézeske! Általában naponta egyszer-kétszer mindig kisztunk jönni a labdázni, főleg akkor, amikor sokat dolgozok, vagy sokat ülök, akkor mindig kijövőfele játszok picit, ő is jól érzi magát. Kicsit én is kiapcsolódok, aztán menjünk vissza, a Dúszi akkor elfáradt picit, és utána leviszem mindig sétálni, de nagyon élvezi, nagyon szeret labdázni. Köszönöm. Ha megint ide hoztak közbe. És folyamat elrobálnak, hogy 10-15-ször, utána megint bemegyünk. Elfárad, alszik egyet, én vissza dolgozni. Gyere életke, gyere, menjünk be! És fel is jöttem a kutyával, most lesz egy meetingem. Egy új kapcsolat felé szeretnék elmenni, de majd erről későbbiekben fogok beszámolni. Közben-közben az elmúlt egy órában megcsináltam az új funnelemet a március 25-i előadásomhoz. Szóval érdekel a TikTok marketing, az online pénzkeresés, mindenféleképpen regisztrálj föl, minden hasznos információt a leírásban találsz. Ennek a meetingnek vége, utána pedig megyünk a Blankáért a pályaudvarra, aztán pedig még fogalmam sincs, mit fogok én ma csinálni, de a nap eléggé pörgős, tehát nem volt 20-25 perc olyan időm, amikor úgy fetrengtem, lustákodtam, tehát minden időmet hasznosan töltöm el. Szóval most menjünk a Blankáért a pályaudvarra. Nagyon különleges kocsival fogunk menni, mivel az egyik szomszédon van egy régi autója, és megkérdezi néha járják vele, és azzal fogunk menni. Nézd ki a Verde, ez egy Lada, de nem is akármilyen Lada, nagyon szép. És ezzel fogunk most menni. Pici hely, de elég patent. Ne felejtsd el, minden hasznos infót a leírásban találsz, és várlak 25-én a marketing előadásomban, regisztrálj fel, teljes mértékben ingyenes. Köszönöm a figyelmet, béke!